Ennek a gondolatsornak, tehát ma a végére jutunk, akkor úgy hiszem, hogy a mi hálánkat imában elmondhatjuk az Úrnak, hogy a kezünkben van, és olyan férfiak, olyan valakik által jutott hozzánk el, közvetítődött Isten kijelentése, akik abban az időben képesek voltak és vállalkoztak arra, hogy az utókor számára is fogható, olvasható állapotba kerüljön az Isten kijelentése az emberek kezébe. A Szentírásból olvasunk három helyről, és úgy ott üttő helyetekben lapozzátok föl, és olvasunk, ahogy említettem, egy pár igét. Az első igehely Mózes 5. könyvében a 28. fejezet első és 9. verse. Ha valaki gondoljátok és fölírni, óhatjátok, erre lehetőség is adott. Tehát még egyszer, Mózes 5. könyve 28. fejezet első és a 9. verse a következő. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. A 9. vers. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdött néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útján jársz. A Mózes 5. könyvében szintén a 11. fejezet, néhány verse, a 18. versétől. Mózes 5. könyve, 11. fejezet, 18-19 és 20. vers lehetne tovább is, de majd otthon folytathatjátok. Mózes 5. könyve, 11. fejezet, 18. verse. Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között. És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel, és mikor felkelsz. És írd fel azokat a házadnak ajtófelére, és a te kapuidra. És egy új szövetségi ige, talán tudjuk is kívülről, Jakab apostol első fejezete, 22, 23, 24. verse. Jakab apostol első fejezete, 22, 23, 24. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat, mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. Tehát Jakab 1, 22, 23, 24. Ezek azok az igék, hogy ezt a szót újból nyomatékosan mondjam, amiket úgy találtam, hogy a mai gondolatunk, és amit próbálunk értelmezni, vagy visszatekinteni, egyfajta történelmet szemlélni, ezek az igék alkalmasak arra. A kérdés csupán az, hogy ezek, amiket leírtak a Szentírásba, amik itt vannak, amikről beszél Mózes ebben a mostan olvasott szakaszban, és máshol is, nem mindegyiket olvastuk, vagy Jakab, vagy bárhol máshol olvasunk felőlük,
ezek az igék hogy kerültek, és miért ezek az igék kerültek be a Bibliába. Miért gondolták valakik, hogy ezeknek föltétlen szerepelni kell, be kell jutni, be kell kerülni, akkor nem beszéltek még Bibliáról, hanem inkább azt mondták, hogy elfogadták ezeket szent íratoknak, és ahogy az elmúlt alkalommal említettem, Péter is beszél elől, hogy ezek az íratok nem emberi filozófiai gondolatfuttatások, emberi agynak találmányai, hanem, ahogy mondtam, volt verbális inspiráció, onnan felülről, Istentől ihletett szavak, gondolatok, igék. Egy másik kérdés az, hogy ezen vitatkoznak a Biblia tudósok is, hogy szó szerinti ihletésről vagy tartalmi ihletésről van szó. Ettől most hadd tekintsünk el, talán azt mindenképpen elfogadva magunkévá tehetjük, hogy a kezünkben lévő szentírás, hiszen így is nevezzük egyféleképpen, az isteni ihletésű és emberek által rögzített szöveg, amit ránk hagyományoztak hosszú-hosszú századok múltával, és azokon keresztül megőriztetett ennek így módon a hitelessége. Tehát a kérdés az, hogy miért és milyen módon kerültek bele néhány íratok, amiket később elneveztek szentíratoknak, egy olyan gyűjteménybe, amit most mi a kezünkbe fogva Bibliának nevezünk. Mert ugye nem így nevezték előtte, jó néhány száz, inkább ezer évet mondhatunk, hanem voltak íratok, amik elfogadottá váltak. Nos, ez a kérdés, illetve ez, ami a központi kérdés a mai gondolatokban. Ezt a könyvet úgy is mondják a Bibliát, hogy egy kanonikus kánon. A kánon szó az egy két vetületben van előttünk, egy görög kifejezésként, a kánon görög szó, ami veszőt, vonalzót, mérőveszőt, vagy néhol szabályt, vagy mintát, mintaképet jelent. Ennek a másik oldalán van a kanech, ez pedig a héber kifejezés, ami hasonlót jelent, a nád, a sás, a mérővesző, norma, szabály. Tehát akkor, amikor a Bibliáról, mint kánonról beszélünk, akkor ezeket kell benne valamilyen módon értelmeznünk. Tehát egy mérce, egy szabály, egy normatíva, egy olyan írat, ami a kezünkben van, ami az élet mintája, ami beszabályozza az emberi életet, ami alkalmassá teszi arra, hogy Isten elfogadhassa majd a végső szakaszában az ember életét. Úgy is mondhatnánk, hogy zsinórmérték. Talán ez a legmegfelelőbb, amit szoktak használni a kőművesek, egy súly van egy zsinóron, és ahhoz igazítják a fal rakásba, a fal sarkát, vagy hogy függőleges legyen a fal. Zsinór mérték. Ha ezt kicsit jobban átgondoljuk, ez azt jelenti, neked, nekem, hogy nekem, aki hittel elfogadom, hogy ez verbális inspiráció, Istentől ihletett írás, akkor nekem ehhez kell igazítanom az életemet. Mint a kőműves igazítja a téglákat a zsinórhoz. Tehát ez rendkívülen fontos és alapvető tét, ha én ezt hitben elfogadom, és mit fogadnám el, akkor nekem ehhez kell igazítanom az életemet. Ez pedig nem kis tét, hanem ez a keresztény, a Krisztus követő élet, és amit Isten hát jónak látott, hogy ehhez mérettessék minden olyan élet, amik vallják az ő nevét. Ezek a benne lévő írások ebbe a kánonba, úgy mondhatnám, hogy Isten kinyilatkoztatásai, amikben önmagát nyilatkoztatja ki embereken keresztül. Azt mondja az apostol, hogy nem ember akaratából szóltak a proféták, hanem mindig Isten akaratából, és isteni lélek, szellem ihletésére beszéltek, szóltak az Istennek szent emberei.
A kérdés az, hogy hát miért ezek, és mikor zárult le, mikor lett az úgynevezett szent iratoknak végső lezárása, amikor azt mondták valakik, hogy stop, tovább nem gyűjtögetjük és nem rakjuk össze, hanem ez bőven elegendő ahhoz, hogy az üdvösség útját, az Istennel való kapcsolatot, tehát perfektumra hozzák azokat a kitételeket, amelyek az Istennel való kapcsolatot akarják deklarizálni, megmutatni és érvényesíteni az ember előtt. Tehát mikor zárult le? Vagy ki mondta azt, hogy már elég? Hogy éppen ennyi könyv, amennyi van a Szentírásban, miért így és miért ekként történt? Kétféle vélemény van, ugye nyilván itt van előttünk Ó és Új Szövetség, mind a kettőt, ha nem is annyira külön, de összességében látni fogjuk, hogy mikor volt az a pont, vagy egyáltalán behatárolható-e az a dátum, amikor valakik azt mondták, hogy tovább nem gyűjtjük, nem vizsgáljuk, nem nézzük, hogy milyen háttérből származnak az iratok, hanem azt mondjuk ennyi. 66 például. A katolikus Bibliában nem ennyi, ott más az összetétel, a belső összetétel is, és a mennyiség, a darabszám is. A Biblia kánon, amihez, ahogy mondtam, az ember igazítani kell, és mérni kell az életét, három olyan témát, vagy három olyan területet érint, ami mindenképpen, több is van, de ezt mindenképpen érdemes megemlíteni. Az egyik az egyház, az eklézsia kánonja. Ez azt jelenti, hogy ehhez, amit ebben találunk írva, amik ebben foglaltatnak, most mindegy, hogy Ó vagy Új Szövetség, de inkább az Új Szövetség, mert az eklézsia nyilván ebben a vetületben áll előttünk, az egyház kánonja, hát ehhez kell igazítani az egyház minden jellegű szolgálatát. Ehhez kell igazodni az egyházban, az eklézsiában, és sajnálatos módon az egyház kifejezés az egy kicsit pejoratívvá vált az utóbbi időben, és nem fedi ugyanazt, amit az eklézsia szó. Az eklézsia, szintén görög, kihívottak, egy bizonyos dologra kihívottak serege, akik valami felől döntenek, és valamit együtt látnak, valamit együtt akarnak végrehajtani. Tehát az eklézsia kánonja azt jelenti, hogy ehhez kell igazítani az egyháznak, használjuk ezt a szót is, és az eklézsiának, a gyülekezetnek is a földön való vándorlását, a földön való életét. Ettől nem térhet el, mert akkor hát a kánonnal szembe helyezkedik, és akkor nem, ha elfogadjuk kánonnak, tehát Istentől ihletetnek, akkor szembe helyezkedik magával, a mindenható Istennel. Aztán a másik, amit mindenképpen kell, az igazság kánonja. Annyiféle hamisság van a Földön, és annyiféle jellegű igazságot próbál az ember megértetni mással, vagy véleményt alkotni bizonyos dolgok felül, hogy ez vagy az az igazság. Ha elhiszük, és miért ne innénk el, hogy ez isteni eredetű, akkor ez egyértelműen azt az igazságot tárja elénk, valamilyen részletekben és valahol elrejtve, aztán kinyilatkoztatva, amik az abszolút igazságot fedik. Általában az emberi igazságok relatív, honnan nézzük, de az Isten igazsága az mindig abszolút, attól nincs feljebb és nincs lejjebb. Ez ehhez csak viszonyítani lehet az Isten igazságához, hogy én hogy állok az Isten igazságos vagy kijelentett dolgaival szembe. A másik, a harmadik pedig a hit kánonja. Luther is erről beszél, Calvin is ezt emlegette, hogy a mi hitünket ehhez kell igazítani. Tehát ami ebben benne foglaltatik, ahhoz kell az én hitemet, ha eltértem, korrigálni, ahhoz kell igazítani. Egy nagy dolog ez, mert annyiféle dologba hihetnek az emberek. Most is sokféle hívők idézőjelben vannak, sokféle hitet gyakorlók vannak, de ha én elhiszem, hogy az Isten ihletés, akkor az én hitemet, ami ez egy biztos sziklaszilárd alapot ad, így beszél róla a zsidókhoz írt levél írója, hogy a mi hitünk fejedelme, elkezdője, bevégzője, alapja, sziklaszilárd alapja Jézus Krisztus. Tehát ezt a három dolgot mindenképpen, mint kánont, mint mércét, mint zsinór mércét nem feledhetjük el. Tehát Isten lelkétől ihletett íratok gyűjteménye.
mik voltak azok a tételek, vagy milyen paraméterek, vagy milyen kitételek alapján próbálták, vagy alkották meg és sorolták be az előttünk lévő könyveket, hogy ebből egy könyv, Biblia legyen. Néhány dolgot föl is jegyeztem, a következő. A kánoniasság, tehát a kánonba való tartozás nem úgy születik, hogy valami benne van a kánonba már, és azt mondjuk, hogy ezt azért kell elfogadni, mert benne van a kánonba. Hanem a kánonba való besorolás az annak a kánonba való besorolásnak ad, az ad alapot, amikor mi elhisszük és megvizsgálták erre hivatott valakik, hogy ez isteni ihletésű. Ezt nem emberek találták ki, és nem valami általános profán dolgokat, hanem szent, sakramentális és Istentől ihletett dolgokat tartalmaz. És ez pedig úgy jelenik meg, hogy ebben a könyvben vagy a kánonba tartozó iratokban az Isten szava valamilyen módon, az Isten cselekvése, a logosz, az Isten beszéde valamilyen módon megjelenik. És ha ezt fölfedezik a sok helyen lévő sokféle iratba, akkor dönthetnek afelől, hogy ezt beletegyék ebbe a kánonba annak idején. Tehát egy mérce az volt, hogy olyan tekintélyé, hogy Isten szavaként tudjuk elfogadni. A másik proféta, tehát profétán keresztül Isten által fölkent profétán, a Szentlélek, Szent Szellem által fölkent profétán keresztül érkezett a kijelentés. Már csak azért is fontos, mert rendkívül sok hamis proféta volt. És rendkívül sok olyan írat, bocsánat a kifejezésre, keringett és volt föllelhető, aminek semmi köze nem volt az Isten ékletéshez. És ezek úgynevezett hamis, később majd rátérünk, hogy milyen íratok, tehát, hogy ez a valaki, aki ezt írta, akár a neve, ami a könyv címén van, ő volt az illető, vagy nem ő volt az illető, de az profétikus jellegű írás-e. Azután összhangban van-e a már esetleg kanonizált iratokkal? Mennyire van vagy átfedés, tehát ellentmondás semmiképpen nem lehet, inkább annak az erősítése, annak az igazolása. Azután Isten igéje képes arra, és ez egy rendkívül ilyen fontos manapság is természetesen, és ezért más a Biblia, mint más könyvek, hogy életeket változtasson meg. A leírt betűk, a leírt szavak mögött, vagy mögül, hogyan lép ki az Isten szelleme, hogyan hat, ezt az volt, hadd mondjam, rémaként oda az ember szívébe, hogyan kezd munkálkodni. Ha például egy profán írás, egy mindennapi írás lenne, abból nem hatna rám. Én tisztelen becsülöm a nagy írókat, nagy költőket, de engem nem tudott meghatni, szoktam példázni, Gárdonyi Géza nagyszerű írása van, az Egri csillagok. De nem hat meg úgy, akár a Bornevisza Gergőnek a története, vagy bármelyiknek, mint a Szentírás egy igéje. Nincs rám olyan hatással. Amikor összeállítandó ez a kánon, akkor ez az első kérdés, hogy vajon ez életeket átformáló erővel bír-e, tehát kilép-e a betűtömegből, a betűtengerből, ami képes arra is, hogy megöljön, mert a betű ül, a lélek pedig meglevenít, mondja Pál apostol, hogy kilép-e valami olyan szellemiség, ami engem, mint embert jobb útra terel, a megtérés irányába visz, forduljak vissza a régi életből, és induljak el Isten felé. A másik pedig az, hogy egyáltalán, ha sok van ilyen úgynevezett írat, szent írat, akkor azt hogy fogadják el azok, akik már megigazultak, akik már az Isten útján járnak? Egyet értenek, vagy nem értenek vele egyet? Vagy azok a rabbik, akik nagyon lelki emberek is, nem csak tudósok, ismerik a Hébert, meg sok minden más. Tehát a többiek, akik már kézbe veszik és olvassák, azok mennyire tudják elfogadni? Erre talán mondhatnák olyan példát, hogy manapság is sokféle könyv megjelenik. De nem minden könyvet tartunk olyannak, amit azért lelkem építésére valónak elfogadok. Ki tudja, hányféle könyv van,
Lehet, hogy jó írások, de nem segít engem abban, hogy az üdvösség útján előrelépjek. Tehát valahol itt van elrejtve egyfajta titokzatosságban ez a kérdés. Nos tehát, a kanonizáció, tehát hogy besorolják abba a könyvbe, amit mi most már kánonnak nevezhetünk, az isteni íratok, isteni ihletettség íratai közé, hát körülbelül nem teljességgel, de ezek voltak a tételei. Azután a másik. Ha már itt van, akkor kinek a feladata ennek a megőrzése? Mert 1000 évet, talán még többet is nyilván mondhatunk, amikor az első így kialakult, majd kicsit később rátérünk. Tehát kiknek a feladata az, hogy ezt áthagyományozzák, ennek a tisztaságát megőrizzék, ki tudja hány másolás után is, az ugyanolyan minőségben, ugyanolyan isteni ihletést tartalmazva, minden torzítás nélkül, vagy legalábbis a minimális torzítás nélkül eljusson a következő, vagy ki tudja, hanyadik generáció emberéhez. Kinek a feladata ez? Egyfajta kérdés volt. Itt majd külön kell választanunk az ószövetségi szentírás ilyen dolgát és az újszövetségi szentírást. Tehát kiknek a feladata továbbadás? Általában két vélemény volt az ószövetséggel kapcsolatban, hogy a rabbiknak, akik ismerték az írásokat, és kellő módon mérlegelni tudták azt, hogy ez az írás, ez az ószövetségi, hát most mondjuk, hogy ószövetség, akkor másként mondták nyilván, ez a héber irat, ez alkalmas-e arra, hogy emberi életeket megváltoztasson, és egyezik-e azzal az eredeti isteni törvénnyel, amit Tórának vagy törvénynek mondhatnánk beszűkítve 10 parancsolatnak, tehát nincs ellentmondásban, ezt a rabbik végezték. Aztán az új szövetség íratok az később, jóval később keletkeztek, azokat pedig majd az egyházatják végzik, és amikor megvizsgálták, akkor majd azt mondják, hogy igen, ezek ószövetség ekkor, új szövetség ekkor zárult. A következő néhány gondolatban még. A kanonikus írások gyűjteménye nem egyik napról a másikra alakult ki. Bizonyos időnek kellett eltelni, ez azt jelenti, hogy minősítették az olvasók azt, hogy ez az ő életük megjobbítását, vagy az Isten felé való terelését, vagy az Isten irányába való elmozdulás segítié. Ezt először ki tudja hány napon, vagy hány éven keresztül, még vagy már az olvasók is minősítették. Azután szükség volt, hogy egy széleskörűen elterjedt, tehát ne valami lokálisan néhány ember kitalálja, hogy ez jó, hanem általánosságban hadd legyen elfogadott. Ezek után hadd említeném meg az ószövetségi kánont, mert az az első, illetve a Bibliában a protestáns fordításon, mert nem azonos tartalma van, és nem azonos hát kánon tételek vannak a katolikus és a protestáns biblia fordításban, illetve bibliában. Erre majd egy későbbi alkalommal rátérünk, hogy miért. Az Ószövetségben először, időszámítás előtt, nagyjából a 400-as években a babiloni fogság táján kezdték gyűjteni az iratokat. Ez azt jelentette, hogy a Babilonban lévő rabbik elkezdték gyűjtögetni a szent iratokat, és először is a törvényt, a Tórát, azt foglalták írásba, és azt, hát azt érvényesítették úgy, hogy ez Istentől ihletett és szent írat. Körülbelül 400 táján volt lezárva az a Tóra, amit Mózes 5 könyvének szoktunk nevezni, vagy későbbi fordításokban meg fog jelenni egy más névvel is. Tehát ez a legrégebbi, ami a kezünkben van. Mózes 5 könyve, nem így nevezik a héber Bibliába, és nem így nevezik a görögre fordított Bibliába se, arra majd másik alkalommal térünk rá annak a témának az idejében. Tehát nagyjából 400 táján összeállt, de nem mind. Még ezután ugye ott voltak, és ott vannak előttünk manapság is a profétai iratok,
Nebim, és ott vannak még a Ketubim, a különféle íratok, zsoltárok és a többi. Nem egyszerre történt meg ezeknek a kanonizálása. Az első a Tóra volt, általában talán mondható az, hogy nagyjából 250 Krisztus után 250 volt az, ez az időszak, amikorra összeállt az az ószövetségi Biblia, amit most legalábbis mi a kezünkbe tartunk. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú idő, ez nagyjából 1000 évnek az irodalmát foglalja össze. Egy nagyon hosszú időszak, és ez az idő az, amikor már olyan állapotban volt fogható, mint nagyjából a mostani könyvünk, az ószövetségi könyv. Hát erről tanúskodik az, hogy már Krisztus idejében az eszénósok, illetve a kumráni közösségben az eszénósok ismerték ezeket az írásokat, tehát tudták, már akkor fogható adott volt, ilyen állapotban volt a héber ószövetségi kánon. Azután, amit mindenképpen érdemes elmondani, nem mindenki tudott héber nyelven, és a héber nyelv hát mellé, vagy nem egészen helyette, de alkalmazták az arámi, vagy arám írást, vagy a szíriai. Végülis a héber írás, vagy a héber nyelvnek egyik válfaja, egy korábbi válfaja, ami azt jelentette, hogy azokat a héber szövegeket, amiket Jézus többek között azt mondja az írásokban, meg a prófétákban olvastok, azt már Krisztus korában lefordított, arám nyelvre fordított minőségben olvasták. Ugyanis Jézus is arám nyelven beszélt. Erre majd később még rátérünk az új szövetségnél majd, egy másik alkalommal, hogy akkor hogy van mégis a görög nyelv az új szövetségbe. Tehát az elsők közé tartozott ez a targumnak nevezett írások, amit Jézus is olvasott, időszámítás előtt az 5. századból, 4.-5. századból származnak. Tehát akkora már készen volt bizonyos része neki, tehát voltak profétai írások és volt a törvény. Ezekről beszél Jézus. Az újszövetségi íratok, amik az eklézsiára vonatkoznak, és a keresztény közösségekben lassan-lassan ismerté váltak, ezek se egyik napról a másikra keletkeztek úgy, és álltak össze, mint ahogy most előttünk van az újszövetségi szentírás. Ez is hosszabb időnek az összeállítás, illetve hosszabb időnek a mérlegelése az, ami ezt végülis létrehozta. Nem csak azok az írások voltak az újszövetségi, tehát az első század 50-es éveitől nagyjából a második század 20-as éveig, amik ma nekünk az újszövetségi szentírásban benne vannak. Ettől sokkal, de sokkal több írás és levelek és különféle evangéliumok megnevezés alatt jelentek meg és voltak írások, de ezeket nem mindegyiket vették bele és fogadták el kanonikusnak. Az elsők közé tartozik, amik az első század második felébe, sőt majdnem a harmadában az újszövetségi írások között az evangéliumok, Pálnak a levelei, Jelenések könyve az még későbbi keletkezésű, tehát ezek voltak, de ezeket sem azonnal fogadták el, úgy, mint hogy előttünk van, tehát ebben a sorrendben és ilyen megjelenési formában, hanem gyűjtötték. A legkorábbi, amit elfogadtak, és amit hát rögzítettek is, ezt úgy hívják, hogy a muratóri kánon, vagy annak a hát tört része, vagy maradék része. Ez nagyjából Krisztus után 170-ben lett valóság. Tehát akkor már lehetett érezni, hogy az, ami előttünk van, azok a könyvek már benne vannak. Erről bizonyságot tesz többek között, van többféle kódex, és erről bizonyságot tesz, 340-ben ezt meg is erősíti. Anasztász püspök
és ez 367-ben ki is mondja, hogy az, ami most a kezünkben van, ez pedig a protestáns fordítású új szövetség, ez összeállt, ezt elfogadottnak tekintették. Sokféle vita volt többi között a Jakab levelét illetően probléma gyűrűzött, vagy problémáztak a zsidókhoz írt levél szerzőségét is illetően, de végül is belekerültek a kánonba ezek is. Mik azok a könyvek, amik ezen kívül több ezerre tehető, még ma is megvannak nagyon sok darabja, amik kimaradtak ebből az előttünk álló Bibliából, vagy miért maradtak ki? Vannak olyan könyvek, amiket nem láttak jónak, habár ott volt a kezükben és olvasták, ki tudja hányan elfogadták, vagy legalábbis olvasott formáját ismerték, de nem került bele ebbe a kánonba, tehát nem volt akkora érték, és nem fogadta el az egyházatyáknak, vagy az egyháznak az a szerve, amelyik a kanonizálást csinálta, összeállította. Milyen könyvek lehettek ezek? Általában többféle megnevezés van, két-három dolgot hadd említsek ezzel kapcsolatban. Voltak olyanok, amelyek az első hallása már elfogadottakká váltak. Ennek meg volt a maga görög szava, de hagyd tekintsünk ettől. Ami fölött nem volt vita. Azt mondták, ez már mehet is, és nem vitatkozunk, mert ez annyira egyértelmű. Aztán voltak, amik felől vitatkoztak, aztán vagy bekerült, vagy nem került, de mondjuk Jakab levele bekerült, a zsidókhoz írt levél is belekerült a kánonba, de többek, mások viszont nem kerültek be a kánonba. Mik voltak ezek nagyjából? Egy néhányat hadd soroljak be. Ezek az úgynevezett apokrif íratok, ezt a szót nem tudom, mennyire ismeritek, vagy nem ismeritek. Ez egy görög kifejezés, azt jelenti, hogy elrejtett. Olyan írás, amit nem ért meg mindenki, amit csak a beavatottak fognak megérteni. Hát ezt ne is tegyük be a kánonba, mert hát ne. Vagy pedig az apokrif íratok között voltak olyanok, amelyik íratok ilyen meseszerű, mondaszerű íratok voltak. Erre mondok egy példát. Például egyik ilyen íratban benne volt az többi között, hogy Jézus fiatal gyerekkorában nagyon ügyes volt, ügyes szobrászkodó volt, és egy alkalommal a Jordán partján sárból, a Jordánból vett sárból csinált galambokat, sorba rakta, és jöttek oda rossz fiúk, rossz gyerekek, és összetaposták, illetve össze akarták taposni ezeket a sárból készített galambokat, és akkor Jézus összecsapta a kezét, és ezek elrepültek. Hát, ez nem olyan ízű, mint amit a Szentírásban Jézusról olvasunk. Hát ez nem került be a Bibliába, mert hát ez inkább valami mesének tűnik, vagy mondának tűnik. Azután nem csak az Új Szövetségbe, hanem ugyanígy az Ószövetségbe sem került be, legalábbis a mi Bibliánkba is, a katolikus Bibliában, majd arról beszélünk, hogy miért ilyen és miért olyan a katolikus Biblia, ami kezünkben van, és miért olyan a protestáns, ami a kezünkben van. Nem került bele többi között a Jézus Sirák fia, vagy Tóbiás, Judit könyve, ami benne van a katolikus Bibliában, vagy pedig a Makabeusok könyve, egy-kettő könyve, három-négy könyv is van, tehát egy-kettő-három-negyedik könyve is van, az sincs benne a protestáns Biblia fordításba. Vagy nem került bele Bél és a sárkány címet viselő könyv, vagy pedig Zsuzsanna és a vének. Ez is egy ilyen mondaszerű valami, amikor két vén öreg ember a fiatal Zsuzsannát, lányt, elnézést a képért meg akarja erőszakolni, és közben hát kilesi ezt valaki más, és hát ebből egy bonyodalom kezdődik, és hát nem sikerült a tervük nekik. Tehát ilyen könyv többi között, Zsuzsanna könyve nem került be a mi, tehát ebbe a protestáns kánonba. Azután nincs benne az Új Szövetség unatkozásba például a Kelemen levél. Erről van szó valahol Pál levelében, de ilyen, hogy Kelemen levél, de nem találkozunk Pál levelével, igen,
zsidókhoz írt levél, ami egyfajta kérdés. Gyakran mondják a zsidókhoz írt levelet páli háttérnek, tehát páli szerzeménynek, ami egyáltalán nem bizonyított. Vannak elméletek, Filónak, alexandriai Filónak, vagy Apollósnak gondolják néhányan, de hát ez nem bizonyított, de annyi biztos, hogy a zsidókhoz írt levél írója az kellő módon jól ismerte az Ószövetséget, és jó párhuzamot tudott vonni az ottani dolgok és az Új Szövetségbe a Jézus eseményt követően. Tehát az Új Szövetségbe még nem került bele. A zsidók evangéliuma, vagy Didaché, Péter apokalipszise, vagy Ignatus hét levele. De belekerültek azok, amik itt vannak a kezünkbe most. Annyi bizonyos, hogy a kezünkben lévők, és amit mi Bibliának fogadunk el, azok elegendők az üdvösség eléréséhez. Tehát egyáltalán nem érezzük ezeknek a hiányát, amik nem kerültek bele. Azután voltak olyan levelek, pseudepigráf levelek, amik az apokrif íratokhoz hasonlóan, de inkább azt mutatták, hogy hamisítványok. Nem az az igazi szerzője, akinek a nevét viseli. Tehát ezek is nem bizonyított isteni ihletésű íratok, többi között valami titkos tanításokat tartalmaznak, és olyan könyvek, amik az akkori kanonizációs rendben nem fértek bele, tehát nem voltak olyan szentséghordozók, amik megérdemelték volna azt, hogy belekerüljenek. Azután voltak még úgynevezett deuterokanonikus könyvek, ami azt jelenti, hogy kimaradtak, mert később találkoztak velük. Tehát akkor, amikor összegyűjtötték, akkor még nem volt ismert, és nyilván nem kerülhettek be. Sok olyan könyv van, amit aztán később szentíratként több ezeres nagyságrendű, nagyjából 30 ezerre teszik azokat az íratokat, amik a Biblián kívüli még mindig meglévők valahol, valamilyen könyvtárakban, az ókor irodalomban föllelhetők és megvannak. Nagyjából 30 ezer az, tehát nagyon sok van, ami úgynevezett hát szentíratnak mondható, de egyáltalán nem üti meg azt a mércét, hogy a szentírásba kerüljön bele. Mert nem árad belőlük olyan ítletesség, és az emberek felé olyan hatást nem tud kiváltani, ami életeket tudna megváltoztatni, megjobbítani. Így nem kerültek bele se az újszövetségi, se az ószövetségi kánonba. Azután vannak olyanok, amik ugyan benne vannak a Bibliában, de csak a nevük van benne. Ezek az úgynevezett elveszett íratok, amiket később nem találtak meg, de a Biblia beszél róluk. 23 ilyen van, ószövetségi vetületben inkább érzékelhető. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor kanonizálták, de beleírták egyfajta hivatkozási alapnak, valakit kérek, hogy lapozza föl például, Krónika első könyve 29. részét, 29. versét olvassa el. Egy Krónika, 29-29. Tehát a Biblia beszél róla, de nincs meg, nem elveszett, nem találták meg, és így nem lehetett semmiképpen kanonizálni. Ha valaki megtalálja, tehát egy Krónika, több is van, de ezt az egyet legalább olvassuk el. Egy Krónika, 29-29. No. Királynak pedig Krónika felső, mint az utolsó dolgai, imé megíratta Sámuel prófétek könyvében, és Nátán prófét könyvében, és a Gád prófét könyvében. Igen, tehát ez itt van a kettő, amit akartam a 29. versben, Gád látnok könyvében, és a Nátán prófét. A Nátán is egy proféta volt, ő volt, azek oda ment, és megmondta Dávidnak, hogy te vagy az az ember. Emlékeztek rá, amikor a kisbárányt, ugye, és ez egyfajta kép volt, amit Dávid művelt hitős Úriással. Tehát több van ilyen, csak elsorolom, hogy például Jásár könyve nincs, erről Józsué könyve beszél, vagy az Iddó próféta történelmének könyve,
vagy a Silói Achia prófétának a könyve, és mondom, 23 ilyen van ezen kívül, még amit elmondtam, amik nem kerültek bele. Tehát ezek sem kerültek bele. Nem kerültek bele a mi előttünk lévő Bibliába, nem kanonikusak, nem fogadták el Istentől ihletetnek a hamis címmel, vagy azokat az iratokat, amelyek azt mondták róla, hogy ez csak a beavatottaknak, jó, apokrif iratoknak a tömegei, mert nagyon sok van, ezek nem kerültek bele, de viszont belekerültek azok, amik itt vannak előttünk. Erről majd a következő alkalommal, külön az Ószövetség és külön az Új Szövetséggel, hogy milyen rendben lettek kanonizálva, és milyen módon, vagy hogy kerültek hozzánk. Annyit hadd mondanák ezekről, hogy ha belegondolunk, hogy milyen óriási feladat volt évszázadokon keresztül, inkább most már évezredeket mondhatunk, annak dacára, hogy már a 370-es évektől itt van a kezünkben a Szentírás, már ez is hosszú idő, majdnem, hogy változatlanul. De még kialakult, még eddig eljutott, még mérlegelődött az, hogy ez isteni kijelentés, és beigazolódott, hogy emberek millióit változtatja meg, lelkületüket, és az üdvösség irányába tereli őket, egy óriási munka van mögötte. Egy olyan munka van, amit mi a szűk látókörünk és a kevésbé ismertségünk vagy ismereteink hiányába képtelenek lettünk volna, de legyen hála Istennek azért, hogy itt van előttünk ez a könyv. És életünk zsinór mértéke. Azt mondtam az elején, hogy a kánonnak egyik jellemzője az, amihez, mint zsinór mértékhez igazíthatjuk a mi életünket. És ha valamiért hálásak lehetünk, akkor Isten felé mindenképpen ezért a könyvért. Ne úgy tekintsünk rá, mintha elnézést a profán kifejezésért ide esett volna elénk, és itt van, hanem ez bizony egyfajta munka, és egyfajta odaadás, vizsgálódás, elfogadás eredményeként áll előttünk, aminek a bizonyítása az, hogy még mindig létezik, még mindig van, tehát amikor ezt a könyvet annak idején eldöntötték azok az Isten által megbízott személyek, egyrészt akik által jött az ihletett írás, másrészt akik besorolták, ha nem tették volna, nem lenne kezünkbe a Szentírás. Egyik Bibliáról szóló könyvnek a címe az, hogy könyv, amely elvezet az örök életre. És valóban így van. Sokféle profán, régi istenségek, görögök, mások is végezték. A babiloniak írtak dolgokat, persze maguk írásán és maguk nyelvén, de egyetlen egy könyv sem élvez akkora autoritást, akkora tiszteletet, mint a kezünkben lévő és Istentől ihletett, kanonizált írás. Ha majd meghajtjuk a fejünket, és néhány gondolatban imádkozunk, adjunk hálát az Úrnak azért, hogy voltak férfiak, akik hajlandók voltak meghallani Isten szavát, azt leírni. Egy kis kitérőt hadd mondjak. Jézus nem írt. Senki nem tud mondani arról egyetlen egy momentumot se, vagy idézetet sem, hogy Jézus egyetlen egyszer írt a földre, de azt meg elfújta a szél. De írtak róla. Jézus nem azt mondta a tanítványoknak, és nagyon érdekes, hogy menjetek és írjatok le minden eseményt. Erről majd rátérünk az Új Szövetség könyveinél. Hanem azt mondta nekik, kettőnként elküldte, menjetek és hirdessétek az evangéliumot, mondjátok el. Hirdessétek, beszéljetek az ő dolgairól. Ez pedig azt jelenti, hogy mind, amit itt látunk, ami itt van a kezünkben, ez valahol először elhangzott. Valahol valaki elmondta. Aztán jöttek férfiak, akik ezt leírták. Ez egy másik téma. És amit leírtak, azt meg megvizsgálták mások. Amit megvizsgáltak, azokat összegyűjtötték, amiket összegyűjtöttek, lemásolták, amiket lemásoltak,
később kinyomtatták, és lehetne sorolni. Így került a kezünkbe ez a könyv, ez a Biblia. Rendkívül ilyen hálásnak kell lenni Istennek azért, hogy erre, mondom ezzel a szóval, voltak vállalkozók, vagy voltak elhivatott, inkább azt mondanám, elhivatott emberek, mert nem volt könnyű dolog, mert amikor a babiloni fogságban voltak a rabbik, azoknak se volt könnyű helyzetük, amikor kezdték összegyűjteni a Tórát, meg a Pentateuchot, Mózes öt könyvét és a többieket. Nem volt könnyű dolguk, de megtették. Azért, hogy az utókorra megmaradjon. Amit mondtam az elején, mindenképpen az egyháznak és azoknak a feladata, hogy ráhagyományozzák a következő generációra. Így lett a kezünkben a Biblia. Mert elődeink, elejeink ezt képesek voltak megtenni. Úgy megtenni, hogy lehetőleg azt adják vissza, és ezen van a lényeges hangsúly, amit akkor, mint ihletett ígét leírtak. Majd a következő alkalommal arról beszélünk, hogy mi volt a módszere annak, hogy annyira pontosan tudták másolni. Nem engedtek egy ottányit sem, ami hiba volt, még azt is belírtak, és ha javítottak, akkor meg volt a szabály, hogy lehet javítani. Tehát egy nagyon különös történet, az egész szentírási történet. Mindenképpen, még egyszer mondom, hálásak lehetünk az Úrnak, hogy a kezünkben van. Én köszönöm, hogy meghallgattatok ebben a témában. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem a teljesség, mert egy fél évet lehetne ezről, csak erről a néhány gondolatról szólni, de hadd legyen elegendő ebből ennyi, van még bőven, amiről kell, hogy majd szóljunk. Én hadd javaljam azt, hogy itt egy néhányan emeljük fel a mi szavunkat az Úrhoz, és köszönjük meg, hogy itt van előttünk a Biblia, a kezünkben van a Biblia,